Tehát következik egy kis történelem, mondhatnám úgy is, nem kevés tanulsággal valamennyiünk számára. Tehát 1986 elkészül a körzeti televízió első felvétele, majd az országos amatőr filmversenyen első helyezést érnek el. 1994 a stúdió alapítási engedélyt megkapják elsőnek a városban. Egy év múlva a Kulturális Bizottság 50 ezer forintot szavaz meg egész évi működésre. 1996 tavasza az egyre dinamikusabban fejlődő KTV már 15 antenna rendszeren nézhető kazettás terjesztéssel. Ugyanez év szeptemberében a KTV és a város fekete napja jön el, minden indoklás és értesítés nélkül jogellenesen lekapcsolják Esztergomban a KTV műsorát. Állítólag ekkor még volt sajtószabadság. Anyagilag megrendültünk, pénzhiány miatt 4 antenna rendszerre szűkült a KTV adása. A kényszer szerződést az ORTT, az Országos Rádió és Televízió Testület közel 2 év után hozta akkor létre. Majd hosszú pereskedés kezdődött, amelyről a KTV csak évek múltán szerzett tudomást. Az OTP-t perelte be a műsorelosztó. Közel 6 év elteltével a nyertes per után indult a kártérítési per, amely a KTV-nek akkor közel 1,5 millió forintjába került. Számunkra meglepő bírói döntés született. Az okozott kár töredékét ítélte meg a bíró, de azzal a feltétellel, hogy a televízió fizesse ki a vesztes fél ügyvédjének költségeit. Ekkor már anyagilag úgy álltunk, hogy a család minden vagyona a pereskedésre ment, és kényszerűségből elfogadtuk, hogy a pályázatokhoz az önrészt meg tudjuk teremteni. És ekkor ért a meglepetés. A vesztes fél továbbra sem fizetett, így mi nem tudtuk az ő ügyvédjét kifizetni. Az ügyvéd viszont nem törődött a tényekkel, végrehajtást kért és lefoglaltatta a stúdióvezető földjeit. Ez volt a drámai pillanat, ahogy idősebb dr. Béres Józsi bácsi emlékirataiban leírta, és mi is átéreztük. Olyan volt az a pillanat, mintha tört döftek volna az ember szívébe, de azt még többször meg is forgatták. Ha valaki nem értette volna, a nyertes per után még a nyertes fél földjeit foglalták le. Tette ezt a bíróság és a végrehajtó 1,5 millió forintért. Teljes mértékben egyetértünk a miniszterelnök úrral, óriási gondok vannak Magyarországon az igazságszolgáltatással. Közben a tevőlegesen elkövető több 100 millió forint vagyonra tett szert, és egy saját tulajdonú antenna rendszert indított. Esztergom városa, mondjuk úgy jóindulatulag a perek hatására nem merte támogatni a körzeti televíziót, és voltak ellenérdekeltek, akik ezt még erősítették is. Ekkor már szinte az egész Tóth család bekapcsolódott a televízió munkájába. Fia Jancsi operatőrködött, lánya Kata riportokat készített természetesen a pénzhiány miatt társadalmi munkában. A sok nehézség ellenére 2004-től a KTV Komárom-Esztergom megye egyetlen földi sugárzással működő műsorszolgáltatója lett, műsoraival meghódította a felvidéki nézőket is. Közben országosan ismert színészek, újságírók, közéleti emberek jöttek ingyen szerepelni a televízióhoz, hogy jelenlétükkel, munkájukkal kiálljanak a KTV mellett. Egy ilyen alkalommal írta Tolcsvai Béla és Vödrös Attila az alábbi sorokat a televízió emlékkönyvébe, vendégkönyvébe. Idézet. Nincsen kis újság, meg nagy újság. Nincsen kis tévé, meg nagy tévé. Van viszont igaz szó és hazug szó. A kis tévét az igaz szó teszi naggyá.
Idézet vége. Ettől kezdve már tudatosan így dolgoztunk. A pénzen kívül az elismerések sem maradtak el. A csemadok, a kamara, az IPOSZ és egyéb elismerések után tavaly előtt megyei Prima díjjal ismerték el munkánkat. Azonban a történelem ismétli önmagát. 15 év elteltével az akkori tevőleges elkövető most, semmit sem tanulva az előzményekből, újból jogvitás eljárásba keveredik. Miért tanult volna belőle, amikor a brüsszeli intrikák szerintünk elbizonytalanították a médiahatóságot, és nem mert példát statuálni. Az esztergomi önkormányzattól a mai napig nem kaptunk pénzbeli támogatást,